Szép estét kívánok! Köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit február 1-én kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban először egy beszélgetést láthatnak Kerkai Ritával, a Vörösmarty Színház művészével, a rendezői, illetve a képzőművészeti ambícióiról. Majd ellátogatunk a Fa bűvöletében című kiállításra, amelyet a Gárdonyi Géza művelődési házban rendeztek. Tartsanak velünk! Kedves nézőink, ahogy ígértem, Kerkai Rita a vendégem, a Vörösmarty Színház színművésze, és különleges lesz ez a beszélgetés, rendhagyó mondhatni, mert hogy nem a színházról beszélgetünk, hanem a képzőművészetről egy kicsit, és természetesen a rendezésről. Tehát ott azért visszatérünk a színházra. Örülök, hogy itt vagy velünk. Köszönöm szépen a meghívást. Több nagyszerű szerepben láthattunk, de most egy kicsit a képzőművészet, hiszen abban a szerencsében volt részünk, hogy mi azért 2016-tól, például én magam is ott voltam a Falak című kiállításodon, és már akkor felvetődött, bár ebből készült egy kulturális magazin nyilvánvaló, hogy egy színművész miként választ magának egy másik művészeti ágban helyet, szerepet, miként építi fel magát. Ilyes Gyula mondta egy rendkívül cizellált gondolatában, hogy az igazság legárnyaltabb kimondása a művészek feladata és kötelessége. Nos, ezt te képzőművészként is megtetted. Beszélj az indítatásról. Egész egyszerűen csak érdekelt. Szóval voltak fejemben képek, vagy azt mondom, hogy alakok, amik szerettem volna, hogy megjelenjenek rajzokban, de ebben semmiféle tudatosság nem volt, szóval én abszolút amatőr vagyok ebben, szóval hogy nem tudok egy konstrukciót összeállítani, vagy nincs koncepcióm, hanem egyszer csak, hogy nyilván sok élményért akkor, hát akkor végeztem az egyetemen, illetve hát ez pont egy ilyen váltás volt, hogy még az egyetemre jártam, de közben már elkezdtem itt Fehérváron dolgozni, és hát nyilván rengeteget utaztam, rengeteg élményért, és ezeket valahogy szerettem volna, hogy megjelenjenek, de ez inkább egy ilyen, hát túlzás azt mondani talán, hogy terápia, de inkább azt mondom, hogy az ember így valahogy azt érzi, hogy most így sok a gondolat, és akkor az valamilyen formában kifejeződik. Én akkor ennek kapcsán, már mint a tárlat kapcsán azt írtam, hogy Kerkai Rita festményeinek tárgyasult, testet öltött szellemi valósága az a feltételek és feltételezések nélküli szabadság, amit a képek között sétálva figyelő tekinteteknek sugal, legyen az töpörtyű kisiskolás vagy kiállító tereket járó felnőtt, megerősítik és arra késztetik az emberfiát, hogy megálljon, és mindenfajta kétséget hátrahagyva szemlélődjön, hogy átadja magát a gondoskodó szeretet igenlésének. És ezt én természetesen most is így gondolom, annál is inkább, hiszen azóta ugye volt egy másik kiállításod, ami szintén rendkívül fontos volt, harmadrészt pedig a barátunknak, Mérinek, aki egy nagyszerű munkatársa a Vörösmarty Színháznak, kiállításán is megszólaltál. Igen, ez nagyon megtisztelő volt, hogy felkértek ennek a kiállításnak a megnyitójára, ami számomra azért is volt nagyon izgalmas, mert az valahogy saját élményeimből azt megtapasztaltam, hogy az embernek van egy célja a képekkel, vagy valami sorrend, ami alapján kiállítja őket, illetve van egy ilyen gondolat, ami a képekben megjelenik, és hogy ez nagyon érdekes az, hogy ez egy különálló emberben ez hogy csapódik le, és hogy az ember rögtön, ahogy nézi ezt a sort, rögtön egy történetet lát bele, illetve elkezdi keresni a kapcsolatokat, és ez nekem egy nagyon izgalmas feladat volt, hogy én erről beszélhettem. Egyik oldalról, másik oldalról most olvastam, hogy elkezdtél foglalkozni fával is. Ja, igen, hát Pirenóban jártam pár évvel ezelőtt, és ott vannak ilyen, Nikának hívják a művészt, aki ezeket készít, és kis fa installációkat készít kis apró házakból, és hát így a tengerpartot ábrázolják általában a képei, és ezek funkcionálisak is, szóval, hogy van, ami például ilyen kis kulcstartóként funkcionál, de van, ami pedig hát lakásdíszként,
És hogy nagyon-nagyon megihletett ez az ötlet, és akkor ennek hatására elkezdtem faékekből dolgozni. Ez egy nagyszerű út, én azt gondolom, és tartod magad hozzá? Tehát most is azért festesz, illetve készítesz tárgyakat? Mostanában nem. Nem. Legutóbbi ilyen képzőművészeti dolgom az a Diótörőcskének a díszlete volt, amit hát kézzel rajzoltam végig azokat a képeket, amik még végül ki lettek nagyítva embernagyságú méretbe, illetve hát annál jóval nagyobba is, mert a karácsonyfa az 4 méter magas volt, és hát ezeket végig rajzoltam kicsibe, és akkor ezeket printelték ki óriási méretekben, és hát ez egy nagyon különleges munka volt számomra, mert Horesnyi Balázs díszlettervezővel rengeteget konzultáltunk ez alatt, és igazából én tőle nagyon sokat tanultam a rajzolásról, illetve hogy érdemes nekiállni valaminek, illetve hogy mikre kell odafigyelni, és ő mutatott nekem egy csodálatos festőnőt, Ursula Schulze Blumot, akinek a képei nagyon-nagyon nagy hatással voltak rám, hogy pont az a kidolgozottság, hogy milyen tudatosan kell nekiállni egy-egy képnek, és hogy mindig minden részletet egészen aprólékosan ki kell dolgozni. Ezeket Horesnyi Balázstól tanultam, és nekem ez egy nagyon izgalmas folyamat volt. Ez nagyjából egy évet vett igénybe, mire az első képtől az utolsóig elkészültem. Tehát most megérkeztünk már a színházhoz, a másik énethez, de ahhoz, aki díszlettervező és egyben rendező. Mi felkaptuk a fejünket, hiszen Ulickája fantasztikus regényének színpadi változata volt a Surik, és én azt gondolom, hogy ez egy fantasztikus debütálás volt a Pelikán Kamara Színházban. És a tiéd volt a díszlet, azt is tudjuk, emellett a jelmez és a rendezés. No. Beszéljünk erről az Ulickája darabról, hiszen ez siker volt. Hát köszönöm. És debütáltál rendezőként, én azt mondom, hogy az egyik csúcspontja volt a kamaraszínházi jelenlétünknek, nekünk is. Hát köszönöm. Hát ez egy nagyon váratlan és nagyon izgalmas felkérés volt, és hát nagyon hálás vagyok a színház vezetésének, hogy ezzel kapcsolatban rám gondoltak. És hát egy olyan dolgot vettek szerintem ők észre, amit igazából én magamban így nem is tudatosítottam, hogy nekem van érdeklődésem vagy vonzódásom a rendezés felé. Én soha ezt feléjük úgy nem jeleztem, mert voltak olyan munkák azt megelőző években, ahol alkotóként is részt vettem, illetve játszottam is bennük, de hogy én ezt soha senkinek így nem mondtam, de szerintem magamnak sem mertem bevallani, hogy engem ez a dolog érdekel. És közben nagyon érdekes volt az, hogy nagy hasznát vettem annak, hogy az egyetemen én Zsótér Sándor és Zsámbéki Gábor osztályába jártam, és ők az első évben elmondták, amikor felvettek minket, hogy ők nem csak egy színészképzést szeretnének velünk, hanem hogy univerzális színházi emberek, illetve hogy több funkciós alkotókkal akarnak minket kinevelni, és azt érzem, hogy ennél a munkánál ennek nagyon nagy hasznát vettem, és hát érdekes megnézni, hogy az osztálytársaim nagy része foglalkozik vagy rendezéssel, vagy írással, szóval, hogy mindenki több területen a színészeten túl részt vesz a színház csinálásban. Ez csoda dolog volt, és hogy mit mondtál róla még a darab bemutatója előtt, azt most nézzük meg. Olyan történet fut össze a regényben, akiknek vannak kapcsolódási pontjaik. Például most mondok egy példát, hogy az anyaságot hányféleképpen lehet megélni. Van egy nő, akinek van egy fia, de lányt szeretett volna, emiatt nem tudja igazán kiélni az anyai ösztöneit, és közben a nagymama neveli fel a gyereket valójában. Van egy nő, akinek lesz egy gyereke, de elhagyja a férje, ezért nem tudja megélni, vagy hát a szerelme, ezért nem tudja megélni magát, és a gyerek az anyaságot. Ez egy rövid, csak egy kicsit felvázoltuk, hogy miként is gondolkodtál róla. Nehéz volt a próba folyamat, hiszen mégiscsak belecsöppentél. Hát azért volt nehéz, mert egyszerre kellett megtanulnom azt, hogy milyen kívülről látni valamit, mert óhatatlanul azon kaptam magam, hogy ahhoz, hogy egy szituációt, egy színpadi szituációt én tudjak értelmezni, ahhoz mindig fel kellett mennem a színpadra, hogy onnan lássam, mert én egész egyszerűen ezt a nézőpontot szoktam meg.
És másrészt pedig nagyon érdekes volt az, hogy előre látni valamit, és ebbe kellőképpen hinni kell, hogy aztán ezt én másnap a színészek felé tudjam érthető módon interpretálni, szóval, hogy átadni egy gondolatot. Szóval ez is egy olyan dolog volt, amit meg kellett tanulnom, hogy nekem jóval előrébb kell gondolkoznom. És hát amiatt viszont, ami nekem nagyon nagy élmény volt, hogy életemben először találkoztam azzal, hogy ott van egy üres színházterem, amit azért már úgy elég jól ismer az ember, mert jó pár éve dolgozom ott, és hogy igazából amit elképzelek, az ott lesz. És hogy ott vannak ezek a fantasztikus emberek, akikkel dolgozom, és hogy ők ezt lehetővé teszik, hogy amit én megálmodok, az annak a többszöröse, vagy annál egy sokkal jobb dolog jöjjön létre általuk. És hogy hát igazából, hogy képes az ember egy álmát megvalósítani. Szóval most gondolok például arra a jelenetre, amikor ez is egy ilyen villanás volt. Szóval én általában, hogyha én nem vagyok rendező, és ezt nem ilyen álszerénységből mondom, hanem egész egyszerűen ez egy teljesen más dolog, mint színésznek lenni, és én úgy tudok dolgozni ebben, hogy képeket látok magam előtt, és akkor ezeket a képeket közösen fűzzük össze jelenetekké. És például volt egy szeretkezés jelenet, amikor Sulik elveszíti a szüzességét, és egyszer csak így beugrott egy kép, hogy miközben zajlik ott az a jelenet, paralel egy másik dobogón azt szeretném látni, hogy Burján Gabriella hegedűművész hanyat fekve egy sötét pink ruhában, vörös gombolyagok között hanyat fekve hegedül vörös fényben, hogy lehet valahogy az erotikát megmutatni másféleképpen. És akkor így emlékszem arra a pillanatra, amikor így rohanok be a színházba, és így reggel így alig várom azt pillanatot, hogy én ezt így elmondhassam, és így izgulok, hogy ők mit fognak ehhez szólni, hogy a Gabi mit mond erre, és akkor amikor az ember ezt látja, hogy be van világítva, és ez megvalósul, az valami páratlan gyönyörűség. És emellé meg hozzájön az, hogy az ember agya rendkívül korlátolt. Tehát én csak egyet tudok gondolni. De ott vannak a színészek, ott vannak a kollégák, akik viszont folyamatosan hozzák az ötleteket. Szóval, hogy mindenki a saját figurája útján elindulva olyan irányokba tudunk eljutni, amitől egy ilyen sokkal gazdagabb gondolat jön létre, mint amiből eredetileg én kiindultam. Megerősítést jelentett számodra, hogy figyeltek rád? Hát abszolút, és hát én rengeteget tanultam. Szóval, hogy én nagyon-nagyon sokat tanultam tőlük. Szóval mondjuk tényleg Varga Máriával együtt dolgozni, úgyhogy szóval én konkrétan azt éreztem, hogy tőle én mind színészként, mind rendezőként ez alatt a próba folyamat alatt én rengeteget tanultam. És akkor ott volt a csapatban szintén a Balér Bianca, a Varga Lili, akkor a Benkő Kovács Gergő, akik meg tényleg olyan szintű ilyen kreatív ötletekkel jöttek folyamatosan, amik gazdagították ezt a próba folyamatot. No. Meg is érkeztünk a következő darabhoz, hiszen nincsen vége. Ugye Csukás Istvánról tudjuk, aki egyébként februárban lesz két esztendeje, hogy sajnos nincs köztünk, és hát nyilván a mesén generációk nőttek fel, és mindig figyeltünk rá, hogy mit alkot, és ezért is volt nagyszerű dolog, hogy a Vörösmarty Színház Szikora János felkérésére ő megírta a Diótöröcskét, ez egy csoda dolog. És egy kicsit féltettünk ettől, hiszen ez egy kult darab lett mindenképpen, mármint hogy te fogod rendezni, nem a készségek és képességek okán, hanem hogy sikerül megfogni azt, amit tudtunk Csukás Istvánról, hogy csodákat fogalmaz meg kicsinek, nagynak, felnőttnek, gyermeknek egyaránt. És aztán jött egy olyan darab, ami azt hiszem, hogy mindannyiunk számára felejthetetlen. És ehhez egy idézetet hadd mondjak Hargita Ivánét, ha már egy kicsit páromos nincs köztünk, hogy ő azt mondja, hogy a jó színház társként kezel, soha nem alattvalóként, olyan, mint a szerelem. Soha nem adhat válaszként kész megoldásokat. Nos, aki valamelyest is ismeri Csukás István életművét, illetve a Diótöröcskét, mint darabot, az tudja, hogy ő se kész megoldásokat ad, hanem ránk bízza
jelen esetben rád bízta, hogy mi lesz ebből, és csoda lett belőle. Hát köszönjük szépen mindnyájunk nevébe. Hát igen, ez egy nagyon, nagyon pontos megfogalmazás, hogy rábízza az olvasóra, illetve az alkotó emberre, Csukás István, hogy mivé gondolja tovább azokat a szövegeket, amiket ő megír. És hát egy nagyon gazdag lehetőségeket tartalmazó szövegkönyvünk volt, amivel rengeteget dolgoztunk Perc Elnikővel, és hát ő pedig ott volt már az írás folyamatánál is jelen volt, és tartották a kapcsolatot Csukás Istvánnal, és ami nagyon érdekes, hogy egy olyan szövegkönyvünk volt, ami bármilyen irányba el tudott indulni. Szóval konkrétan ezt úgy kell elképzelni, hogy voltak jelenetek, amik szinte így több verzióban szerepeltek, vagy hát több dialógus volt ugyanarra a helyzetre vonatkozóan, és így konkrétan mi csak így válogattunk Enikővel, hogy mi az, amivel úgy jobban tudnánk valamit kezdeni, vagy milyen irányba induljunk el. És hát ehhez jöttek még ugye az alkotótársak, Matkó Tamás a zeneszerző, Kádas József a koreográfus, akikkel meg hát azt döntöttük el, hogy mi egy-egyben megcsináljuk azt, amit Csukás István leírt. Szóval, hogyha valakit elrabolnak repülővel, akkor azt rabolják el repülővel. Vagy hogyha betolnak egy ágyút, vagy betolnak egy gulyás ágyút, akkor azok jelenjenek meg. És hát igazából ettől lett egy kicsit valahogy az egész előadás olyan, mint egy ilyen nagy flash, amiben ugye a nézők is valahogy úgy vesznek részt, hogy részben azért hát sokszor így, amin így csodálkozunk, vagy ami nagyon-nagyon jól esik, hogy azt látjuk, hogy a gyerekek a nézőtéren konkrétan buliznak. És akkor elkezdenek tapsolni, vagy elkezdenek táncolni, és hát zeneileg is egy nagyon vegyes dolog az előadás, mert tényleg így az operától a technóig így mindenféle műfaj keveredik, nyilván tudatosan megfelépítve, szóval nem egy nagyon eklektikus, de azért ez nyilván rendszerben van foglalva. És hát ez élő zene is egyszerre működik együtt az elektromos zenével, mert a Kricsár Kamil és Kis Diana Magdolna, ők pedig végig hangszeren az első felvonást, azt végig tolják, fejenként kb. 4 hangszeren vagy 5 hangszeren játszanak, és valahogy ez így egy ilyen összjáték a színészekkel és a gyerekekkel együtt. No, innét folytatjuk. Most jöjjön megint egy gondolatsor tőled a darabról, hiszen természetesen ott voltunk a próba folyamatok idején is. Az üzenet az azt gondolom, hogy az, hogy egyrészt az, hogy az a legfontosabb, hogy az, amit az ember igazán szeretne elérni, és hogy amivé válni, az lehetséges, csak nagyon-nagyon akarni kell, mint ahogy ezekből a gyerekekből is hős lesz a háborúban, illetve hogy valójában az a lényeg, hogy önmagukban a félelmet legyőzzék a sötétséggel szemben, és hogy ez vezet győzelemre. No, tehát varázslatos pillanatok, ugye láttuk, amit az imént mondtál, hogy a fiatalok, a gyermekek miként fogadták ezt a darabot. Volt bennetek szorongás ennek ellenére, hiszen mégis ez egy úttörő történet? Hát bennem nagyon volt, vagy hát szóval a kíváncsiság meg az izgalom az nagyobb volt a félelemnél. Máskülönben egyébként nem is vállalkoztam volna erre, de egyébként hát abszolút, szóval az egy ugyanúgy, ahogy előbb mondtam, hogy ott van egy üres tér, és oda az ember bármit megálmodhat, ugyanúgy ott van annak a veszélye is, hogy amit gondolok, az megtölti ezt a teret. És mind díszlet tervezőként, vagy hát aki a díszletet csinálta, mind rendezőként az ember elkezd azon gondolkozni, hogy vajon fog-e az működni? És vagy elég erőse, vagy érvényese az a gondolat, amit én gondolok. És hát erre most szintén azt tudom mondani, hogy közben az embernek a bizalmat az adja meg, hogy hál' Istennek vannak alkotótársak, akik felteszik azokat a kérdéseket, amik elgondolkoztatnak, adott esetben akár el is bizonytalanítanak, ami újra egyfajta gondolkodásra, vagy egy ilyen felülbírálásra késztet,
És akkor valahogy így együtt haladunk tovább, de nyilván az emberben mindig ott van az, hogy egyrészt a gyerekközönség egy nagyon, nagyon érzékeny és nagyon kritikus közönség. Szóval hát én az első próbát, azt, amikor először jöttek nézők, tesztközönség, és hát ott volt egy olyan pillanat, hogy kijöttem a színházból, ott intéztem az ismerős osztályoknak a jegyeket, hogy mindenkinek meglegyen, és így megláttam a gyerekeket, hogy így fogják a jegyet a kezükbe, és akkor így ott volt, nem tudom, több száz gyerek, vagy nem tudom pontosan menjen, de hogy így fogták a jegyet, és így zsibongtak, és így izgultak, hogy vajon milyen lesz a mese. És így akkor így egyszerre elfogott egy olyan érzés, hogy így nem kaptam a levegőt, így potyogtak a könnyeim, és egyszerre voltam végtelenül boldog, és izgatott, hogy ez most így történik, és az emberünk így beérzi azt, hogy hát mi valójában ezért dolgoztunk. És hogy mi most egyrészt meg leszünk tesztelve, hogy jól gondolkodtunk-e, hogy sikerült-e felnőttként olyan érvényes dolgot kitalálnunk, ami a gyerekeknek, akiknek százszor frissebb az agya, és százszor több új impulzus éri őket nap, mint minket felnőtteket, hogy nem maradtunk-e benne valamilyen kicsit ilyen, hogy mondjam, ilyen öreges nosztalgiába vagy valamiben, hanem hogy tudunk-e elég frissek lenni. Másrészt meg egy olyan izgalom, hogy Úristen, és most látják. És hogy valójában mi nekik csináltuk, és hogy a mi izgalmunk alkotóként az így most találkozik a nézőkkel. Csoda volt. No, egyetértek egyébként mindenképpen. Lesz folytatás? Nem tudom. Újabb rendezésed? Nem tudom. Most álmod van? Az a jó a rendezésben, hogy lehet, hogy lesz, vannak kilátásban dolgok, de ezekről még így nem szeretnék beszélni, de úgy vagyok vele, hogy attól vagyok benne szabad, hogy a színészet az a szakmám, azt tanultam, és azt érzem, hogy fáj, hogyha mondjuk nem kapok szerepet, vagy fájna, hogyha nem olyan szerepet kapnék, amiben kiteljesedhetek. De rendezőként úgyhogy nem vagyok rendező, szabad vagyok, mert nem támasztok magam felé elvárásokat, hogy nekem évente, vagy két évente, vagy innentől kezdve nekem mindig kell rendeznem. Érdekel ez a nézőpont, gazdagítja a színészetemet, sokkal empatikussabbá tett, sokkal türelmesebbé tett színészként, sokkal megbocsájtóbb vagyok bizonyos helyzetekkel szemben, és sokkal kritikusabb vagyok saját magammal szemben. De egyébként, ha ez a kettő volt, bőven elég volt. És boldog vagyok, hogy viszont ez a kettő meg volt. És egyébként a munkámat is az inspirálta, hogy mivel, hogy nem én akartam, ez egy lehetőség volt. Innentől kezdve viszont olyat szeretnék kiadni a kezem alól, amiben viszont nem lehet belekötni. Vagy illetve bele lehet kötni, mert az ízlés az ugye különböző, de hogy abba viszont minden energiát én belefektetek, és az olyan legyen, amilyet én gondolok, mert hál' Istennek emiatt nincs bennem megfelelés. Megtapasztaltuk, hogy ez így is történt, és köszönjük szépen. Én köszönöm. És köszönöm neked is, hogy megtiszteltél bennünket, és természetesen azért várjuk a harmadik rendezésedet mindannyian. Köszönöm szépen. Köszönöm. Kedves nézőink, mi pedig folytatjuk a Paletta magazint. A fa bűvöletében címmel a Gárdonyi Géza Művelődési Házban rendezett kiállítást a Magyar Fa Esztergályosok Egyesülete. A bemutatón az egyesület tagjainak míves munkáit tekinthették meg az érdeklődők. A Gárdonyi Géza Művelődési Ház adott otthont a sokszorosan székesfehérvári kötődésű Magyar Fa Esztergályos Egyesület a Fa bűvöletében című kiállításának, aminek keretében mind a faipari szakemberek, mind a laikus szemlélők megismerhették a fából készített tárgyak ezernyi arcát. Köpf Jenő keresett meg ezzel az ötlettel, hogy szeretnének egy kiállítást tartani, illetve egy hat alkalmas tanfolyamot. Én nagyon örültem ennek a megkeresésnek, hiszen úgy gondolom, hogy ez a szakma az, amit ma már a fiatalok nem nagyon ismernek, vagy nagyon kevesen, és nagyon kevés fiatalnak tudják ezt átadni, a szakmai tudásukat. Az alkotásvágy és a faesztergályozás szeretete kötötte össze az egyesület tagjait, akik a Gárdonyi Géza Művelődési Házban is megmutatták, mit jelent, ha valaki évek óta időt, energiát nem kímélve, közkincsé teszi ennek a csodálatot,
csodálatos szakmának a sok-sok nemzedéknyi esztergályos által összegyűjtött tapasztalatát és tudását. Amióta ez a vírusos időszak van, még inkább otthon dolgozik mindenki, és nagyon vártuk azt, hogy legyen lehetőségünk találkozni, és egy ilyen kis bemutatóval szeretnénk kedvet adni azoknak, vagy meghozni a kedvét azoknak, akik érdeklődnek az esztergálás iránt. A Művház segítségével kaptunk egy területet, ahol folyamatosan majd szakkört tudunk tartani azoknak, akik érdeklődnek, és hát remélhetőleg a mai látogatók is majd kedvet kapnak ehhez. Mennyire népszerű ma a fa esztergálás? Az a baj, hogy már csak egy hobbi tulajdonképpen, ez egy régi, ősrégi szakma volt, aminek már oktatása is megszűnt, és szeretnénk ezt életben tartani, és ezért is propagáljuk ezt, hogy kezdőtanfolyamot is indítunk. Ez 6 alkalommal lesz itt a Művházban, és olyanok jelentkezését várjuk, akik szeretnék legalább az alapokat megtanulni, és hogyha kedvet kapnak hozzá, akkor majd erre ráépülnek aztán a speciális dolgok is, amiket itt a kiállításon is bemutattunk, és hát ennek már csak a fantázia szab határt. A fából rettenetes nagy mennyiségű ötlet adódik, és van olyan munka, amikor elkezdek dolgozni, de még nem tudom, hogy pontosan mit szeretnék belőle. Mindig azt szoktam mondani, azért jó ez a fa esztergálás, mert senki nem látja, hogy mekkora fával kezdtél, de a végeredmény általában azért tetszik, és az itt látható tárgyak is talán ízelítőt adnak abból, hogy milyen sokrétű munkát lehet ezekből varázsolni. A tárlat megnyitóján Kovács György, az alapítás egyik ötletgazdája úgy fogalmazott, legfontosabb feladatuk az alapokat művészi szintre emelni, az ehhez szükséges tudást elsajátítani, megőrizni, és a hozzájuk hasonló elhivatott faműveseket is maguk köré gyűjteni. A pandémia sajnos bennünket is megtépázott, tehát a tagságot, és hát kevesebb olyan országos rendezvényt tudunk tartani most, meg kisebb létszámmal mindez idáig, de bízom benne, hogy az Egyesület egyik legfontosabb célja, hogy minél több embernek megmutassuk a faesztergályozásnak a szépségét, és nagyon sok olyan érdeklődővel kívánunk kapcsolatot teremteni, akik majd a későbbiekben a tagságot is talán szaporítani tudják. Elhangzott, és ne feledjük, hogy nagyon fontos, hogy Székesfehérvár voltak éppen a központja az Egyesületnek is, és ez már egy komoly jövőképet is jelent. Igen, hát nagyon sokat beszélgettünk erről, amikor az országos találkozók voltak, és felmerült az az igény, hogy mivel mi kezdtük el ezt a rendezvénysorozatot, hogy évente 2 alkalommal ugye a mesterek az ország minden részéből eljöjjenek és találkozzanak egymással, hogy a későbbiek során is szeretnénk ezt tovább építeni, és ugye így akkor bővül mindig a kör, mert azért mindig jönnek új emberek. Sőt, ami a legnagyobb örömömre szolgál, hogy vannak olyan szülők, akik a gyereküket is beállították a faesztergapad mellett. 2 apuka is van, a 10-12 éves fiai, azok úgy esztergályoznak, hogy álom nézni őket. Ha már a fiatalságról beszéltünk, a Gárdonyi Géza Művelődési Ház vállalta azt a küldetést, hogy elindul egy tanfolyam. Azt hiszem, ez üdvözlendő. Igen, hát nagyon, nagyon jó, mert sajnos ugye a megyei művelődési központ mind intézmény megszűnt. Hiába van az alagsorban egy komoly fás műhely, sajnos nem tudjuk használni, mert nem tudjuk még, hogy mi lesz a jövője és a sorsa az intézménynek. Bár én magam személyesen nem tettem le róla, hogy újra elindítsuk ott a faragást is, és az egyéb fás szakköri foglalkozásokat. Hát nagyon bízok benne, hogy azért majd nem süket fülekre találnak a kéréseink. A cél, hogy az Egyesület kapcsolatokat építsen ki a faipari oktatás résztvevőivel, illetve szakmai bemutatók révén megismertesse a régi szakma szépségeit a fiatalokkal, rövidesen szintet léphet, hiszen a Gárdonyi Géza Művelődési Ház ad otthont egy 6 alkalomból álló faesztergályos képzésnek, amelyre várják a jelentkezőket. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra!